Beruházások 250 millió forintból korszerűsödtek nyírbéltek közintézményei. Új csarnokkal bővült az EISMA, a 2 milliárd forintos fejlesztés 140 új munkahelyet is teremt. Uniós források, a 9800 milliárd forintos uniós támogatási forrásból 2300 milliárd forint érkezett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe. 250 millió forintból korszerűsödtek nyírbéltek közintézményei. Ez a Kölcsei Televízió híradója, üdvözlöm Önöket. A településen energetikai beruházás történt a polgármesteri hivatal, az általános iskola és az idősek otthona épületében. Nyírbéltek most egy mini bölcsőde építésére pályázott a Magyar Falu programban, de kibővítenék a vásárcsarnokot és a polgármesteri hivatal belső felújítására is szeretnének forrás nyerni. Befejeződött az energetikai beruházás nyírbélteken. A felújított épületeket szerdán délután adták át. Megújult az általános iskola régi szárnya, a polgármesteri hivatal, illetve az idősek otthona is. Új külső szigetelést és színezést kaptak a közintézmények. Kicserélték a nyíllászárókat és napelemes rendszert építettek ki. A 250 millió forintos beruházást több forrásból finanszírozták. A legnagyobb részt a terület és település fejlesztési operatív programból tudták lehívni. Összességében az első körben 189 millió forint volt a három épületre a beruházás. Szerencsére kaptunk egy kis pénzt a magas tető építésére is, tehát így összességében 204 millió forintra bővült ki ez az összeg. Igazából az iskolában az intézmény fenntartó, tehát a Klik is besegített 43 millió forinttal, ő a belső felújítást végezte el. Az iskolában többek között korszerűsödött a fűtési rendszer, megújult a tornacsarnok, a vizes blokk és a nevelői szobák is. Az intézmény működése óta nem történt ilyen mértékű korszerűsítés. A polgármesteri hivatalban nagy az ügyfélforgalom, az idősek otthonában pedig 34 fő bent lakásos, és 4 fő nappali ellátását biztosítják, ezért is volt szükség a beruházásokra. A szerdai rendezvényen a megyei közgyűlés alelnöke kiemelte, az oktatással mindig a jövőt építik a településeken. Baracsi Endre azt is hozzátette, a nyugdíjas korú lakók pedig megérdemlik a minőségi és korszerű ellátást nyírbélteken is. Az elmúlt 5 évben 16 pályázatnak köszönhetően több mint 2 milliárd forintnyi pályázati forrás érkezett nyírbéltekre. A fejlesztések segítették az önkormányzatot, az egyházat és az iskolát is. A rendszerváltás óta a legtöbbet az önkormányzataink ebben a ciklusban fejlődtek. Én úgy gondolom, hogy a polgármestereink azok a teljesítményük csúcsát nyújtották, mert azért ennyi pályázatot kezelni, megvalósítani, hogy a közösségeink építkezni tudjanak belőle, ez nagyon nagy munkát jelent. Közel 3000-en élnek nyírbélteken, így a település is részt vehet a Magyar Falu programban. Nemrégiben egy 2x7 fős mini bölcsőde építésére pályáztak, de az önkormányzat szeretne a polgármesteri hivatal belső felújítására és a vásárcsarnok bővítésére is pályázati forrás nyerni. Jelentős bővítésen esett át az EISMA nyíregyházi gyára. Az autóipari beszállító cégnél egy új csarnok épült, amelyben októberben indulhat el a termelés, de eleinte csak a terület fele lesz kihasználva. Az új gépek beszerzését is fedező 2 milliárd forintos beruházás 140 új munkahelyet is teremt. Zajlik az új gépek beállítása az EISMA nyíregyházi egységében. Ezeket is annak a tavaly év végén kezdődött beruházásnak a keretében vásárolták, melynek fő eleme egy új 7700 négyzetméteres csarnok felépítése volt. Ez pár hónapja már be is fejeződött, azóta új gyártósorokat telepítettek és a gépparkot is bővítették, jelenleg is zajlik a próbaüzem. A főleg sebességváltó markolatokat és gombokat, valamint a hozzájuk tartozó szoknyákat, kisebb burkolati elemeket és légzsáktartókat készítő cég ügyvezetője 35 perc című műsorunkban beszélt a fejlesztés okairól. Igazából két nem annyira nagy projekt indított el, aminek már nem találtunk helyet egyszerűen a mi gyártócsarnokunkban, és mindenképpen azt szerette volna a német tulajdonos, hogy ezek a projektek Magyarországon futnak, vagy itt mi gyártjuk ezeket,
és akkor elkezdtünk számolgatni, hogy van-e még egyéb jövőbeni projekt, ami lehetséges, hogy hozzánk kerüljön, és az már indokolta, hogy építsünk egy gyártócsarnokot. Az nem volt kérdés, hogy a német koncern itt valósítja meg új beruházását. A nyíregyházi leányvállalat ugyanis jó helyen szerepel a több más országban is jelenlévő cégcsoporton belül. Most 140 új dolgozónak adnak munkalehetőséget. Főleg operátorokat keresnek, de néhány mérnöki vagy adminisztrációs pozíciót is meghirdethetnek. A fejlesztés jelentős összegbe került. 7 milliárd volt a pályázati csomag, így mondanám, amelyikből 1,2 milliárd volt a gyártócsarnok, amit később egy kicsit még nagyobbra építettünk, a már pályázaton kívül, tehát összesen 1,5 milliárdba került a gyártócsarnok, és 800 millió forint volt a gyártósoroknak a fejlesztése, amik ebbe a gyártócsarnokba fognak kerülni. Gyártósorok, illetve fröccsöntés technológia. Ehhez a kormány 556 millió forinttal járult hozzá. Az Iceman egyébként 22 éve van jelen a Szabolcsi megye székhelyen. Annak idején a Derkovics utcában kezdték meg a munkát 5000 négyzetméteren. 2011-ben épült meg az első új gyártócsarnokuk a Bottyán János utcában, ami 5 éve jelentősen bővült. A mostani fejlesztésnek köszönhetően felével nő a gyártóterület, ugyanakkor az új csarnokuknak egyelőre csak a fele lesz kihasználva. A folyamatosan növekvő árbevétellel büszkélkedhető cég a beruházástól további pénzügyi javulást vár. Választások előtt az emberek jobban foglalkoznak a politikával, jobban érteklődnek a közügyek iránt, ezért fontos, hogy elmondják véleményüket és vitatkozzanak a térség, valamint a város jövője érdekében. Kiszeli Zoltán politológus elmondása szerint ezért is fontos a Fidesz-KDNP lakossági fórum sorozata, mely szerdai nyíregyházi állomásának ő volt a vendége. Mint mondta, az is tétje az októberi választásoknak, hogy a 2021 és 28 közötti uniós költségvetés időszakban mennyi pénz jut Kelet-Magyarországnak. Ezért kell szerintem egységben lenni a civileknek, a politikusoknak, a kormánynak és a visegrádi országoknak is, akiknek szintén csökkenteni akarják a pénzüket, hogy együtt tudjunk küzdeni azért, hogy Nyíregyháza, a térség és Magyarország megkapja azt a pénzt, ami jár neki, és az itt élő embereknek a jövőjét, a fejlődését, a gyarapodását is ezek az uniós források szolgálják. Erről is döntünk most október 13-án. A 9800 milliárd forintos uniós fejlesztési forrásból 2300 milliárd forint érkezett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe az elmúlt években. A 2014-es 2020-as uniós támogatások lehívásában kifejezetten aktív volt a megye. Ezen belül a Csengeri járás 7 milliárd, amíg Csenger település magában 4,1 milliárd forintot nyert a különböző pályázatokon. Erről Perényi Zsigmond, Európai Uniós fejlesztésekért felelős államtitkár beszélt a határmenti városban. A közösségépítés és a közösségfejlesztés volt a témája a Civil Információs Centrum Csengeri rendezvényének. Perényi Zsigmond, Európai Uniós fejlesztésekért felelős államtitkár, kiemelte, minél erősebb a helyi civil szféra, annál erősebb egy város is. A fejlesztéseket önkormányzati és civil szinten is nagyban segítik a 2014-20-as uniós ciklus forrásai. Szeretnék gratulálni Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének, mert a jelenlegi forrásokból, ami összesen 9800 milliárd forint, ebből összesen 2300 milliárdot Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nyert meg, illetve mivel itt vagyok most Csengeren, illetve a Csengeri járásban, ebből is 7 milliárd jutott a Csengeri járásnak, és 4,1 milliárd forint jutott Csenger városának, ami egy kifejezetten jó eredmény. Az Európai Bizottságtól Magyarországra érkező összeg az évtized végéig tartó fejlesztési ciklusban több mint 9800 milliárd forintos keret. Ezekre pályázhatnak az önkormányzatok és a cégek. Azért ekkora az összeg, mert állami forrásból a kormány valamennyi operatív program esetében kiegészítette az eredeti 8900 milliárd forintos keretet. Több mint 8,5%-kal javult a munkanélküliségi ráta az elmúlt 9 évben, 2010-ben még 12% volt ez a mutató, 2019-re 3,4%-ra csökkent, ez az Európai Unióban is kiemelkedő eredménynek számít, közölte a munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár Nyírkátán. Cseresnyi Péter kiemelte, ma Magyarországon 800 ezerrel többen dolgoznak, mint a szociálliberális kormány idejében. A kormánypárt országjáró fórumának legutóbbi szabolcsi állomása Nyírkáta volt.
A munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár a településen kiemelte, a kormány hónapról hónapra komoly eredményeket tud felmutatni a foglalkozás politika területén. 2010-ben egy jelentős, kb. 12%-os munkanélküliség volt az országban. Ez ma Európa élmezőnyéhez tartozó mutatóval rendelkezik, 3,4%-os. Az azt jelenti, hogy kb. 800 ezerrel többen dolgoznak ma, mint annak idején 2010-ben, amikor a második Orbán kormány elkezdte a működését. A fizetések jelentős mértékben emelkedtek, most már jóval 300 ezer forint fölött van a bruttó fizetés. Ennek körülbelül a fele volt 2010-ben. A szociálliberális kormány olyan mértékű adósságot halmozott fel, hogy az az ország GDP-jének 80%-át tette ki, közölte az államtitkár. Ezt hosszú évek alatt sikerült 70% alá csökkenteni. A 2010-es kormányváltás után ezért a költségvetés nem tette lehetővé a bérek rögtöni emelkedését. A települések által felhalmozott adósságállományt az állam teljes mértékben átvállalta. Ennek is köszönhető, hogy már hitelmentesen több fejlesztést is megvalósíthattak a települések az ország minden pontján. Az elmúlt 5 éves önkormányzati ciklusban a Nyírbátori térség települései is sokat fejlődhettek a plusz forrásoknak köszönhetően. Nyírgáta sajnálatos módon nem jeleskedett a fejlesztésekben. Ez azért volt, mert 2015-ben Jenei Sándor polgármester úr sajnálatos halála miatt egy törés következett be az önkormányzatnál. A szocialista szimpatizás független polgármester Lakatos Sándor nem tudta felvenni a fordulatszámot véleményünk szerint, és a település sajnálatos módon eladósodott, és mint mondottam, volt fejlesztések hiányát élhette meg emiatt. Az országjáró fórum nyírkátai állomásán a település kormánypárti polgármester jelöltje is bemutatkozott. Több mint 10 milliárd forintot fordított Nyíregyháza önkormányzata a város oktatási intézményeinek fejlesztésére az elmúlt 9 évben, mondta el a település vezetője a köznevelési tanácsülésen. Azt is bejelentették, hogy a Nyíregyházi Egyetem a nemzetközi esedés, a szakképzési centrum pedig az idegen nyelvtanulás bővítése érdekében fog fejlesztésekbe. Korszerűtlen, lerobbant épületek és gazdaságtalan működtetések. Ezek voltak az utóbbi évtized legfőbb problémái, amelyeket Kovács Ferenc szerint sürgősen meg kellett oldani Nyíregyháza oktatási intézményeiben. Mint ahogy a város polgármestere elmondta, az elmúlt 9 évben erre a célra szánt mintegy 10 milliárd forint jelentős előrelépéseket hozott. Én 2 fő programot határoztam meg, az egyik az intézményeink felújítása, olyan állapotban voltak, a másik pedig a közúti infrastruktúra fejlesztés, mint kiemelt feladat. Jó így visszanézni, hogy mennyi minden történt, de előre kell néznünk. Az azt jelenti, hogy tudjuk azt, hogy az oktatás felértékelődik, nem csak a szakmunkás képzés, az már felértékelődött, és a város jövője szempontjából az oktatási intézményeink színvonala, minősége nagyon fontos tényező lesz. A Nyíregyházi Egyetem rektora a csütörtöki köznevelési tanácsülésen a pedagógusok módszertani ismereteinek bővítéséről tartott előadást a matematika, a szövegértés és a robotika területén. A város felsőoktatási intézményének célja az is, hogy több külföldi hallgató válassza a képzéseit. 2020-tól 4 szakon fogjuk elindítani az angol nyelvű képzésünket. Ez a gépészmérnök, mezőgazdasági mérnök, a pilóta képzés, a rövid ciklusú képzésünk, és a zenekultúra kórusének specializációban angol nyelven fog folyni a képzés. Ide természetesen a magyar, de a külföldi hallgatókat is várjuk, illetve a magyar nyelvet, mint idegen nyelvet akkreditáltuk. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum az elmúlt időszakban a digitális kompetenciák fejlesztésére törekedett intézményeiben. Gurbánné Pap Mária elmondta továbbá, hogy az oktatásban kiemelt szerepet szánnak arra, hogy széleskörűen lehessen tanulni idegen nyelveket.
Valamennyi ide települő nagyvállalat elvárja a dolgozóitól, hogy jól beszéljenek idegen nyelvet. Így nagyon örülünk annak, hogy most már 25 csoport van a tanulóink az iskolában, angol és német nyelvet tanulhatnak, illetve felkínáltuk ezt a lehetőséget a jelenlévő gazdasági partnereinknek is. Intenzív nyelvtanfolyamok, és vannak olyan nyelvtanfolyamok, amelyek kezdő és haladó szinten is biztosítják a nyelvtanulást. A konferencián elhangzott, az oktatásra a jövőben kiemelt hangsúlyt fektetnek. Kovács Ferenc kiemelte a szakképzés fontosságát. A cél ugyanis az, hogy a városban működő multinacionális cégek több helyben képzett dolgozót alkalmazzanak. 8,5 tonna almát szedtek le közéleti személyek és különböző hivatalokban dolgozók kedden a nagykálói 10 telephelyén. Az őszköszöntő jótékonysági almanap jótékonysági célt is szolgált, az összegyűjtött gyümölcsöt a megye gyermekotthonaiban élő fiataloknak juttatják el. Mintegy 5-600 ezer tonna alma terem évente az országban. Annak kiugróan jó évek, ilyen volt a tavaly is, de olyanok is, amikor lényegesen kevesebb a termés. Ami nem ennyire változó az az, hogy a mennyiség kétharmada Rendre megyékben terem. Nagy hangsúlyt is fektetnek arra, hogy a szabolcsi almának minél nagyobb híre menjen az országban. Ezt a célt szolgálják az olyan események is, mint a nagykállói almaszedő verseny, amelyet idén már másodjára rendeztek meg mintegy 100 közéleti személy részvételével. Hamar munkába is lendültek a hivatalnokok, különböző színekkel jelölt csapatokban szedték a helyi termelési és értékesítési szövetkezet által felajánlott almát, ezzel több mint 200 gyereknek segítve. A csapataink, ugye csapatokat alkottunk a jelenlévükből, leszedtek almát, az a megye több gyermekotthonába fog elkerülni, és az ottani gyermekeknek az étkeztetéséhez fogunk hozzájárulni. Fontosnak tartjuk azt, hogy ha már így összegyűltünk, akkor ennek legyen egy jótékonysági vonulata is ennek a programnak. És azt láttam, miközben itt zajlott a közös almaszedés, hogy nagyon jó kedvel, nagyon jó hangulattal és jó szívvel szedte mindenki, és járult ahhoz hozzá, hogy a megyében a gyermekotthonokban lévő gyerekek egészséges szabolcsi gyümölcsöt ittassanak. Szalagon a fákról leszedett almák, bőven volt mit aztán ládákba pakolni. Egy óra alatt 8,5 tonna gyümölcs gyűlt össze, ez több mint 50 ezer darabot jelentett. A nap végén aztán az eredményhirdetésre is sor került, amelyen kiderült, a győztes csapat 7 konténer töltött meg almával. Az eseményen egy korábbi szakminiszter is részt vett, aki az ágazatban szereplők összefogásának, szövetkezésének fontosságát hangsúlyozta. Az alma árában is meghatározó lesz, hogy mennyire tudnak az ágazatban, a termékpályában résztvevők szövetkezni. És ha tudnak szövetkezni, akkor az értelemszerűen azt jelenti, hogy összefognak, és akkor ez az itt élő embereknek a javát szolgálja, nagyobb lesz az anyagi bevételük is. A rendezvényen elhangzott, az olyan kezdeményezések is az alma népszerűsítését szolgálják és a gyümölcsfogyasztását növelik, mint az évente több tucat településen meghirdetett Szedd Magad akciók. Együttműködési megállapodás kötött a Nyíregyháza Spartacus Bosik Akadémia és a Filó Ese. A jövőben egységes szakmai irányvonal mentén képzik a fiatal futballistákat, akik számára így megnyílik az átjárhatóság lehetősége a két klub között. Emellett a létesítmények közös használata és közös rendezvények szervezése is szerepel a megállapodásban. Az elmúlt években is volt együttműködés az Akadémia és a Filó Ese között, a jövőben azonban szorosabb lesz a kapcsolat. A két utánpótlás nevelő egyesületben mintegy 600 gyerek futballozik, akik között vannak kiemelkedően tehetséges és kevésbé ügyes gyerekek is. A megállapodás lehetővé teszi a fiatal futballisták oda-visszaáramlását, így az együttműködő felek reményei szerint senkit nem veszít el a sportág. Az egységes szakmai irányvonal mellett közös tornák szervezése is szerepel a szerződésben. Pár évvel ezelőtt mi szélesítettük az alapokat, nagyon sok gyerekkel kezdtünk el foglalkozni a Bozsik Akadémián belül, viszont nem tudtuk azt a fajta minőséget biztosítani, ami a játékpercek tekintetében, a versenyeztetés, esetleg még a képzésnél is szükségeltetik, és hát miért ne lehetne együtt dolgozni, hiszen nekünk mások a céljaink, nekünk versenysportolókat kell nevelnünk, és kiemelt tehetségekkel foglalkozni, így van létszámkorlátunk is, viszont a Filónak nincs, ők egy olyan versenyeztetési rendszerbe tudnak dolgozni, ahol a harmadosztály
van, tehát a serdülő és ifi szinten nagyon szépen tudnak versenyeztetni, egy családias légkör ki tudnak alakítani, sikerélményhez juttatják a gyerekeket, tehát ez mindenféleképpen összecseng a kettő együtt, és ott is van 300 gyerek, itt is közel 300 gyerek, ez egy nagyon széles nyíregyházi futballalapot jelenthet, és ha összefogunk, akkor közösen többre megyünk. A Filó esénél 2011-ben 15 gyerekkel kezdték el a munkát, ma pedig már 15 edző foglalkozik 300 fiatallal. Egy célért küzdünk, a nyíregyházi futball élet minél magasabb szintre emelkedjen. Ugye a piramis csúcsán maga az akadémia áll, mi pedig a grassroots, illetve a tömegsport részét vállaltuk magunkra, hogy minél több gyereket tudjunk bevonzani, illetve az oda-vissza áramlás az akadémia és az egyesületünk között működjön. Szakmai segítség, tehát szakmai továbbképzések lesznek, hogy azonos munka mentén tudjon folyni az utánpótlás nevelés Nyíregyházán, hogy akik bekerülnek a mi egyesületünkből az akadémiára, ők minél kevesebb lemaradással, illetve azonos szinten tudják folytatni a munkát. A nyári időszakban több korosztályban összesen 8 játékos került át a Filó esélytől a Bozsik Akadémia csapataihoz. Most pedig híradónk végén lássuk legfontosabb híreinket még egyszer, néhány mondatban. Befejeződött az energetikai beruházás Nyírbélteken, megújult az általános iskola régi szárnya, a polgármesteri hivatal, illetve az idősek otthona is. Erre több forrásból összesen 250 millió forintot fordítottak. Közel 3000-en élnek Nyírbélteken, így a település is részt vehet a Magyar Falu programban. Nemrégiben egy 2x7 fős mini bölcsöde építésére pályáztak. Jelentős bővítésen esett át az Eisman nyíregyházi gyára. Az autóipari beszállító cégnél egy új 7700 négyzetméteres csarnok épült, amelyben októberben indulhat el a termelés 140 új munkahelyel. Az új gépek beszerzését is fedező 2 milliárd forintos beruházást a kormány 556 millió forinttal támogatta. A 2014-2020-as uniós támogatások lehívásában kifejezetten aktív volt Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, ezen belül a Csengeri járás 7 milliárd, amíg Csenger település magában 4,1 milliárd forintot nyert a különböző pályázatokon. Erről Perényi Zsigmond, Európai Uniós fejlesztésekért felelős államtitkár beszélt a határmenti városban. A 9800 milliárd forintos uniós fejlesztési forrásból 2300 milliárd forint érkezett Szabolcs megyébe. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták szeptember 19-én csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon visszanézhetik. Én munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Komoly felhős idő várható ma, estétől viszont túlnyomóan derült lesz az ég. Zápor előfordulhat, az északi szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és 6 fok között alakul. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett több-kevesebb napsütés várható. Csapadék nem valószínű, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 fok körül alakul. A következő napokban döntően anticiklon határozza meg a Kárpát-medence időjárását. Sok napsütésben lesz részünk, számottevő csapadék nem valószínű. A hideg néhol csípős éjszakákat, mérsékelten meleg nappalok követik.